A Istenem, nem érdekel, gyere ma ide a hűvösre. Felvehetnek? Nagy ingerem van. Hát napszúra azt kapta. Nem a... Örültem, hogy valami jó is történik. A szívem? Köszönöm. Jaj! Hívjátok a mentőt, nehogy valami baj legyen itt. Jaj, Virág, ne vicceljél ma! Már vigyük téged a szobába? Beszorult a szívem! Júj! Szegény! Bevigyem őt? De akkor segítsen! Hát szerintem aljam a felgyőzőt, akkor menjünk vele! Én megvárom itt Evelint, és akkor már utánad megyek. Evelyn mindjárt jön a masszázsból. Várjál, ne úgy, kapaszkodj belém, így el. Ne, a papucsot! Hely, Virág, a papucsot! Nem bírom, Virág, add már a papucsot! Győző, álljam már meg, álljatok meg! Nem olyan nehéz. Győző! Nem bírok innen felállni, mert be van alva a derekam. Segítsen a Virág! Jaj, ezt jól megsütötted. Rosszul lett, nem volt semmi ereje, és össze akart esni. Akkor gondoltam, hogy napszúrás kaphatott. Virág, gyere már mögöttem. Hagyjam, amúgy is adom. Valami bogár van a lábam. Beviszem a liftig. Nem, a szó segítsenek. Amikor apukám így elkezdett ájuldozni, akkor nagyon megijedtem, hogy mi lehet vele. Nem hittem volna, hogy tényleg így rosszul lesz, elájul, vagy lesz valami komolyabb baja. Szerinted komoly? Ez a dolog, ami most történt, félig. Napon volt, lehet, hogy egy kicsit napszúrást kapott, de egyébként nem kellett volna így, hogy most ő leteszi magát a földre, meg ilyenek. Hát nem egy vékony gyerek, azt kell, hogy mondjam. Hát jó, nehéz, és akkor majd azt hitte, hogy majd én hozzá fogok emelgetni a fajós derekammal. Dahogy nem emelgetem.